A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásának köszönhetően újabb műhely munkasorozat indult Torontálvásárhelyen. Erről szólt médiaházunknak Nikolics Eleonóra, szakkörvezető. Nagy örömömre most már harmadszor alakul meg a szakkörcsoport nálunk a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, és a férfi felnőtt képző oktató csoport egyesület támogatásával. Mi mostan természetes kozmetikával fogunk foglalkozni, és nagyon izgatottak vagyunk, ugye, hogy ez hogy is fog mind működni. Ma összegyűltünk, ez az első műhelymunkánk, itt mostan megismerkedünk majd az anyaggal, és megnézzük az első kis videót, és az alapján egy masszástömböt fogunk csinálni. Hogy történt a választás? Tehát itt volt több lehetőség? Hát ez úgy működik, hogy ugye meg vannak adva az ágazatok, amiből bírunk választani. Mi már a tavalyi év folyamán ugye erről témáztunk, hogy mit szeretnénk következőt csinálni. Ugye első évben csináltuk a makramét és a gyertyaöntést, tavaly asztali szövést és papírfonást. Most valami kicsit olyan lazábba szerettünk volna. És úgy gondoltuk, úgy döntöttük, hogy ez lesz a következő választásunk. Na mostan volt még egy, ami közt kételködtünk, az pedig a középszintű makramézás, de aztán mégis a java része a naturkozmetika mellett döntött, úgyhogy akkor ez mellett álltunk. Ez a harmadik év, hogy együtt vagyunk, ugyanez a társaság, vagyis egy kolléganő most nincs velünk, de szép okok miatt, úgyhogy mi ötten fogjuk folytatni, vagyis csinálni ebben az évben. Hát nagyon megszoktuk ezt, hogy péntek délután a miénk, beszélgettünk, társalgunk, valami szépet, hasznosat csinálunk, úgyhogy ez már olyan életritmusunkba beállt, és nehéz lenne nélkül működni tovább. És mennyire vonz az idei téma, naturkozmetika, azaz a természetes kozmetika? Hát ez egészen új számunkra, eddig ilyen fonalakkal dolgoztunk leginkább, és csináltunk mondjuk rá a gyertyaöntés, az legmegközelítőbb ehhez, de hát ez most olyan valami, ami új is, meg kihívó is, meg illatos is, meg nem lesz remélem nagyon nehéz, úgyhogy olyan nagyon kellemes, lazító aktivitást várunk. Valójában ezt megelőzte valamilyen oktatás, vagy most útközben fogtok tanulni is egyben? Mink útközben tanulunk, szóval minden egyes feladathoz összesen 20 feladatot kaptunk. Ezt június 30-áig kell, hogy ugye végbe vigyük, és addig meg kell történjön az ezt követő kiállítás is. És mi ezt minden órán külön-külön oktatást kapunk online, szóval azt kísérjük lépésről lépésre, és mink is úgy figyeljük, és csináljuk a terméket. Mikor naturkozmetikáról van szó, itt konkrétan mire kell gondolni? Hát az, hogy mind természetes anyagokból van, ugye nincsen semmi tartósítószer benne, úgyhogy ezt mindjárt lehet használni, és minden főleg olívaolajon, ugye, és seavajon alapul. Ez az alapja az egésznek, és a kendermagolaj. És készülnek nyilván majd mind például a szappanok, vagy krémek? Igen, van különböző szappan, mosószappan, van mosogatószer, van folyékony mosóport is csinálunk, vannak szakállápoló, hab és ilyen különböző termékek. És akkor tehát folyamatosan hetente összegyűltök, és a támogatást a támogatók mellett ki kell emelni, hogy itt igazán lelkes csapatról van szó, tehát nem nagy csapat, de szorgalmasan és összetartóan tevékenykednek. Igen, mint nálunk ez minden péntökön 5 órától indul, és akkor összeülünk, ezt már ugye mindig nagyon izgatottan várjuk, mert hát ez a kis lazulásunk, amit nekünk nagyon jól esik, és közben kicsikét elbeszélgetünk, csinálunk valami hasznosat, szépet, és akkor nagyobb az önbizalmunk is utána. Azt meg kell említsem, hogy ez a csomag, ami itten van, ez 5 főre szól,
Szóval, hogyha már akarnánk, hogy legyünk, nekünk van ugye egy hatodik tagunk is, ezúttal üdvözöljük Csillát, ő most nem bír velünk tartani, de szóval, hogyha itt lehet, az a lényeg, hogy itt lehet több szakkört nyitni. Szóval működhetne nálunk két szakkör is, két naturkozmetika, vagy bármiből lehetne vegyesen is, de az már egy külön csoport kéne erre nyíljon. Úgyhogy mink öten kitartóan csináljuk. A munkának a gyümölcsei mikor láthatóak majd? Június végén fogjátok majd meglátni, addig be kell mindent fejezzünk, és a kötelességet teljesíteni kell június végéig, addig kell möglődjön a kiállítás is, és minden alkalommal 3 fotót szükséges föltölteni, mint bizonyíték, ugye, hogy mindezt csináljuk, majd a kiállításon még 5-öt. Mit a fő cél? Tehát nyilván szeretitek a kézi munkát, és mindez, amihez kapcsolódik ehhez a tevékenységhez, barátkoztok is. Hát az a lényeg, a közösség, ugye, hogy alkotni jó, és hogy megint együtt legyünk, hogy a Covid után ez így lett, hogy megint közösségbe lépni, és egymás iránt fordulni, nem pedig a mobiltelefon és a komputer iránt.